Valószínűleg azért találtál ide, mert dobott neked a gép egy narcisztikus személyiségzavarost, és most hát talán ezen egy kicsit szeretnél lamentálni, meg keseregni, meg támogatást találni. Én azt tudom mondani Zelkával mély egyetértésben, hogy tedd el, nagyon jó kis élmény. Egyrészt azért, mert hát azért egy ekkora csoda, ilyen grandiózus, ilyen nagyszerű, ez meglegyinti az embert. Másrészt meg ugye azt már sokszor mondtuk, hogy a narcisztikus végeredményben a te benned lévő jót szipolyozza, azt nagyítja saját magában grandiózussá. Ezért, ha úgy tetszik, akkor végre meglátod a te legszebb énedet, a legfantasztikusabb tulajdonságaidat, és ennek is örvendj. Lásd meg, hogy hogyan lehet téged csodálni, hogyan lehet téged szeretni. Igaz, hogy ő ezt nem azért tette, mert téged csodál vagy szeret, vagy mert valóban becsül valamire, de attól még olyan ez, mintha ha meglátnád az általad készített tortát egy esküvőn, abban a fantasztikus környezetben, meg hangulatban, és akkor meglátnád a lehető legszebb csomagolásban azt, amit ti egyébként csak úgy vasárnap képesek lennétek megkajálni. Tehát ő így nagyítja föl, így teszi grandiózussá azt, amit végeredményben tőled veszel. Örvendezz neki, tedd el szép emléknek, meg még figyeld, hogy ha esetleg el tudod kerülni vele a cut-off-ot, tehát meg tudsz maradni vele egy ilyen csodálat szálon, akkor hogyan őrzi ő ezt, meg hogyan csinálja. És még valami, hogy nem is érdemes vele más csinálni, tehát csak ezt a zöld gombot, csak ezt a csodálat gombot érdemes nyomni. Addig is megőrzöd ezt a saját csodás önmagadat az ő tükrében.